Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamáj, én Bors Rihárd vagyok. Július elején Litvániában rendezték meg a 16. kombinált lövészeti Európa-bajnokságot, ahol a hölgyek között Juhász Lenke a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ezúttal őt köszönhetem itt a Rókamájban. Szia, üdvözöllek! Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözöllek téged is! Nos, még mielőtt itt mélyebben belecsapnánk ebbe a sportlövészeti akármibe, meséld már el, légy szíves a hallgatóknak is, hogy mikor és miként kezdtél el a sportlövészettel egyáltalán foglalkozni. Mert az, hogy vadászol, az rendben van, de azon belül a sportlövészet, vagy lehet, hogy előbb jött a sportlövészet, utána a vadászat, vagy fordítva. Mesélj erről egy picit. Igazából gyerekkorom óta vadászok, járok vadászatokra, az egész családom vadászik, úgyhogy így könnyű volt ebbe felnőni, és nekem édesapám az egyetemi évei során foglalkozott sportlövészettel, amit nyilván a későbbiekben, amikor elkezdett dolgozni, azért még végig kísérte a kezdetekben. Nagyon szerettem vele kijárni előtérre, nagyon élveztem gyerekként azt a milliót, ami ott fogadott, azt a baráti társaságot, ami egy-egy ilyen versenyeken összejött, és igazából, amikor elkezdtem középiskolába járni, 2002-ben, Szegedre a Kisferenc Erdészeti Szakközépiskolába, akkor gondolkoztam el kicsit komolyabban azon, hogy foglalkozzak ezzel a lövészettel. Addig is többször volt a kezembe fegyver, nyilván a szülői felügyelet mellett már többféle dologba kipróbálhattam magam, és akkor határoztam úgy, hogy benevezek egy versenyre, és meglátjuk, hogy egyébként ott hogyan teljesítek olyan feltételek között versenyhelyzetben. De előtte gyakoroltál? Tehát azért benevezni egy versenyre, tehát én is elindulhatnék agysebészként, nem biztos, hogy jó lenne a vége. Tehát meg volt, vagy tehetséged volt hozzá? Én azt gondolom, mivel már gyerekkoromban forgattam a fegyvert, most már gyerekként szerettünk célba lőni, vagy csak akár patkányozni a barátokkal. Hozzászoktam magához a fegyverkezeléshez, a biztonságos fegyverkezeléshez, ahhoz, hogy igazából hogyan kell viselkedni vele. Tehát tehát volt egy alapfelkészültségem. Meg azt gondolom, hogy nyilván van egy alapvető érzékem is hozzá, hiszen nem foglalkoznék vele, már feladtam volna régen, hogyha nem lenne hozzá érzékem. Külön gyakorolni nem jártam. Nekem nem volt, mikor elkezdtem gyerekként oktatóm, ami mondjuk más országokban nagyon fontos és adott, de mondjuk édesapám nagyon sokat segített ebbe, hogy hogyan, mit kell csinálni lőtéren, lövészet közben. Akkor úgy képzeljük el, hogy jött a korong, te meg eltaláltad. Igen. És mindig eltaláltam. Hát azt azért nem mondanám, jó lenne. De emlékszem arra kislánykoromban, hogy kint voltunk egy lövészeten, volt egy nagyon nehéz korong, egy ilyen bejövő csavarodott, többen nem tudtak vele mit kezdeni, és valahogy addig fajultott a beszélgetés, hogy mondta édesapám, hát ezt még a lányom is meglőni, de akkor még nem nagyon lőttem egyáltalán így korongra. Odaadták a kezembe a puskát, mondták, hogy mit csináljak, kértem, meglőttem másodjára és harmadjára is, és akkor mondták, hogy na jó, vegyük el ettől a lánytól a puskát. Próbálkoztál egyébként a céllövészettel is, tehát a fix céllövészettel is? Most, mióta a kombinált számot is lövöm, igazából azóta foglalkozok vele. Teljesen őszintén, számomra nem a legizgalmasabb részét képezi a pontlövészet. Én azért szeretem a korongvadászatot is, elsősorban ugye a korongvadászatot lövök, gyorsított korongvadászat, ugye ez a sporting ága, a compact sporting, mert változatos, mert nem tud az ember két olyan pályán elmenni, hogy ugyanazokat a korongokat lássa. Sokszor kérdezik, hogy miért nem fekszek rá, miért nem lövök olimpiai számot. Teljesen őszintén, nekem az egy kicsit unalmas, tehát mindig, mindenhol ugyanazt. Én alapvetően azért lövök korongot, mert szeretem a vadászatot. És alapvetően soha nem vadászat közben szerettem volna megtanulni lőni, hiszen azt gondolom, hogy nem ott kell megtanulni lőni, hanem a korongon, nem az állat szenvedésével kell elérni azt, hogy ugye eredményesek legyünk. Úgyhogy igazából így ezért szeretem a változatosságot, és ezért nem volt a kedvenceim között a pontlövészet. Viszont az egyetem elvégzése után, ahogy elkezdtem dolgozni, és belecsöppentem ugye a magyar állami erdőgazdaságok milliójébe, akkor kezdtünk el járni egy ilyen úgynevezett
erdőgazdaságok közötti lövészverseny sorozatra, ami egy fantasztikus kezdeményezés, és hosszú évek óta ez egy hagyományos versenysorozat, amiben viszont alapvetően hivatásos vadászok, erdész szakemberek vesznek részt, és hát igen, ott azért a sokrétű lőtudást mérik föl, és attól függően, hogy melyik lőtéren kerül megrendezésre a verseny, ott futó vadlövészet van, a futó rókától, a futó disznón át, kezdve a trappon, korongvadászaton, és ugye 50 méteres kispuska, vagy 100 méteres nagygolyós lövészet. Tehát igazából minden, ami csak a versenyszervezők fejéből kipattan, az megtalálható. És hát így igazából rá voltam kényszerítve arra, hogy akkor egy kicsit ezen a tudásomon is csiszoljak. Említetted, hogy mondjuk úgy, hogy autodidakta módon tanultad meg ezt a korong lövészetet, korongvadászatot. Valamilyen egyesületnek a tagja vagy most? Igen, pont most váltottam egyébként egyesületet, de meg kell említenem, hogy én amikor elkezdtem lőni, nyilván a szülői támogatás mellett, én nagyon sokat köszönhettem az akkori egyesületemnek, ugye ami az Aranytölgy volt, és Hegye Zoltánnak, aki nagyon támogatta akkoriban a juniorokat. Közel volt nekem a csongrádi pálya, akkoriban az egy fantasztikusan működő, nagyon jól szervezett pálya volt sok versennyel, és tényleg nagyon odafigyelt a junioroknak a gondozására, és igazából mellette kaphattam egy-két olyan oktatást, ami már azt gondolom, hogy ugye egy kicsit komolyabb dolog volt. És akkor most? Melyik egyesület? És most pedig ugye a Felgyőn alakult egy nagyon jó lőtér, most már ugye évek óta működik, a Jerring, és hát ebbe az egyesületbe léptem be nemrégen. Ez azért elég jelentős anyagi áldozatot is követelhet. Egy-egy edzésen gondolom egy olyan 10-15 rotét előttök, nem? Hát teljesen őszintén megmondom, hogy keveset edzek én személy szerint. Nyilván nekem van egy munkám, ami teljes embert igényel. Emellett, amikor tudok, szakítok időt az edzésre, de alapvetően inkább a versenyek számítanak nekem a legjobb edzésnek. Uh-huh. Milyen fegyverrel vadászol, elmondható? Persze elmondható. Vagyis hát a korongvadászatról beszélünk, csak annyira egyértelmű a vadászat is. Igen, igen. Igen. A koronglövészetet egy Blaser F3-assal végzem. Nekem ugye a cég igazából szponzorom is. Ők juttattak ahhoz a lehetőséghez, amikor kicsit fejleszteni akartam ezt a pontlövészetes lőtudásomat, amit már említettünk. Nekem volt egy vadászfegyverem, az is egyébként egy Blaser volt, egy R93-as, de nyilván nem a sportlövészetre találták ki. Tehát én nagyon eredményesen vadásztam vele, próbáltam kicsit csiszolgatni, sütést szereztem bele, ami finomabb, precízebb, kicsit komolyabb optikát rakni rá, de nyilván nem sportlövészetre találták ki. És akkor a Blazertől én kaptam a verseny célra egy R8-ast, ugye, ami már állítható pofadékkal rendelkezik, sportsütéssel, minden szuper rajta, és igazából az nagyban megdobta nekem az eredményességeket ezeken a versenyeken. Nos, most, hogy körbejártuk ezt az egészet, meséljünk az Európa bajnokságról egy picikét. Milyen élményeket szereztél? Hogy sikerült megszerezni a dobogós helyet? Igazából nekem talán a negyedik Európa-bajnokságon volt ez a kombinált lövészeti számba. Azt kell tudni, hogy ebben még nem volt világbajnokság megszervezve. Bocsánat, nyissunk gyorsan egy zárójelet. Mi ez a kombinált lövészet azok, akik esetleg ezt nem tudják? Ez egy nagyon összetett lövészeti ág, épp ezért nem is lövik olyan széles körben, mint egyébként egy sportingot, egy korongvadászatot. Mert itt össze kell mérni a tudásunkat trapplövészetbe, kompakt sportingba, futóvadlövészetbe, nagy golyóval, ugye 50 méteren, és álló vagy pontlövészet is van benne 100 méterre, nagy golyóval, 4 számba, rókára lövünk fekve, őzre oszloptól, zerge alakra lőbotról, egyszárú lőbotról, és szabad kézből vaddisznó alakra. Tehát, hogy igazából ez elég széles körbe felméri a lőtudást. Oké, okay, na, Litvánia. Litvánia. Ahogy említettem, nekem negyedik Európa bajnokságon volt. Azt gondolom, hogy idén próbáltam a legtudatosabban felkészülni erre a versenyre. Valahogy eddig mindig olyan szerencsétlenül jöttek ki az időpontok, egészségügyi problémák, egyebek.
És most azt gondolom, hogy komolyan készültünk rá. Rendeztünk előtte egy országos bajnokságot is, ami a Csákberényi lőtéren került megrendezésre, így már az is ugye egy nagyon jó felkészülés volt erre az Európa-bajnokságra. Idén az a megtiszteltetésért, hogy a magyar csapat tagjának is beválasztottak, nőként, ami azért ott ritkaság, mert azt látom, hogy a legjobb női lövőket is kerülik a csapatba választáshoz, úgyhogy nagyon örültem neki. És igazából így utaztunk ki 10 magyarok az Európa-bajnokságra, amiből 6 ugye a csapattagjai voltunk. Megérkeztetek, és akkor elindult egy selejtező rendszer. Itt úgy kell elképzelni, hogy beneveznek a versenyzők. Előtte, ez mindig 3 napos a verseny, péntek, szombat, vasárnap. Minden nap van egy sörétszám, egy golyóval, még egy sörétszám golyóval, és akkor a 3. napon meg csak sörétet, vagy hát amilyen forgásba kapja az ember. A csapatoknak az az előnye, hogy együtt lőhetnek, tehát ugye 6 főből tevődik össze egy rotte, és igazából így úgymond magunk között vagyunk, nem idegenekkel egy rottéban. Mindig előtte nap csütörtökön van egy nagyon szép megnyitó műsorral, a csapatok himnuszra történő bevonulásával, és előtte napokban pedig lehetőséget adnak a gyakorlásra azon a pályán, ahol majd később lőni fogunk. Nyilván a Compact Sporting egyéb számokat ugye átállítják, de mégis azért abban a környezetben, azzal a háttérrel, azzal a időjárással, meg egyéb körülményekkel lehet edzeni rá. Úgyhogy mi el is indultunk hétfőn éjjel, hogy ketten kiérjünk időbe, kicsit akklimatizálódjunk. Ott volt a szerdai nap, meg a csütörtök délelőtt edzésre, és akkor igazából utána, megnyitó után elindult a verseny. Én első nap, hát kicsit izgalmamban, nem is a legjobban kezdtem, sajnos a golyószámnál kicsit többet vártam magamtól, viszont utána nagyon jól felálltam, és az összes többi napon, a többi versenyszámban azért tudtam azt hozni, amire képes voltam. Vannak itt nagyon ügyes lányok, rengeteget lőnek, rengeteget gyakorolnak. Azt gondolom, hogy jelenleg vannak páran, akivel nem tudom felvenni a versenyt, de azért jövőre még ezen csiszolni fogok, és remélem, hogy esetleg még egy szintet előre tudok lépni. És a koronglövészet? Koronglövészet, hát nekem a trapp az mumus, úgyhogy attól féltem nagyon, viszont az is lekopogom, hogy nagyon eredményesen sikerült. Igazából a végére jobb lett a trappon számom, mint a gyorsított korongvadászat. Utolsó nap viharos szél volt, de olyan szél, hogy 5 métereket dobálta a korongokat. Egy kicsit veszélyes is volt egyébként, de nem állították le a versenyt igazából. Ugye azt szoktuk mondani, hogy hát fúj a szél, de hát mindenkinek fúj. Úgyhogy ez nem akadályozta igazából így a versenyzést, de azért tőlünk sokkal nagyobb odafigyelést, koncentrációt igényelt, tehát sokkal precízebben kellett lőnünk ahhoz, hogy ne vesse vissza az eredményünket igazából ez a körülmény. Nagyon banál. Igen, figyelek. És ugye a végére a magyar csapat aranyérmet szerzett a sörétes számba, ugyanis attól függetlenül, hogy ez kombinált lövészet, a végén összesített be, tehát nem korcsoportonként, meg nemenként, hanem összesített be, csapatba és egyénibe is hirdetnek csak sörétbe, és csak golyóba is külön Európa-bajnokot, és igazából így a csapat elhozta a sörétes számnak az Európa-bajnoki címét. Ezúton is gratulálunk, viszont azt akartam megkérdezni, hogy ez mennyire elterjedt Európában ez a sportág? Sokan voltak, tehát sok volt a versenyző, sok országgal kellett megmérettetnetek magatokat? Ha jól emlékszem, körülbelül 13 ország volt itt jelen. Így, hogy Litvániában volt, sajnos egy-két ország, akiknél egyébként nagyon nagy divatja van ennek az ágnak, nem jöttek el. A fehér-orosz határtól igazából 1 kilométerre volt ez a lőtér. Lehet, hogy valaki ugye más indokok miatt is, nem csak a távolság miatt nem kelt útra. Körülbelül olyan 150 fő szokott részt venni egy ilyen rendezvényen. Most majdnem 200-an voltunk, tehát azt gondolom, hogy nagyon
nagyon, tehát sokan voltunk most, és egy kiválóan szervezett verseny is volt, tehát le a kalappal. Mi is azért szervezünk világversenyeket, nagyon jól tudom, hogy mivel jár ez, de nagyon frappánsan, nagyon ügyesen megoldották a litvánok. Következő lépcső, következő verseny. A következő verseny az nagy falat lesz, és nem is azért, mert azon kell majd izgulnom, hogy hogyan lövök, hanem mert mi leszünk a főszervezők, ugye a FITASZ-kal, a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyarországi Vadászlövészek Egyletével már számos versenyt rendeztünk, akár már a Pilisi Park Erdő ZRT vagy a Vértes Erdő ZRT, és idén a már sokszor említett Compact Sportingnak, a gyorsított korongvadászatnak a világbajnokság a Magyarországon, a Csákberényi lőtéren kerül megrendezésre augusztusban, úgyhogy nagyon nagy előkészületekben vagyunk, nagyon készülünk már a versenyre, és nem csak mint szervező, hanem mint versenyző is részt fogok ott venni, úgyhogy magunk között azért olyan nagy reményeim nincsenek a versenyek kapcsolatban, mert nyilván lesz azért nekem ott elég sok probléma, amivel meg kell küzdenem, de nyilván a versenyzésre is megfelelő figyelmet fogok fordítani. Vadászoknál ugye van az a egy kalappal, vagy egyéb jó kívánság sportlőknél? Igazából mi is ezt vettük át, vagy mi ezt használjuk, tehát akkor szerencsés, itt sem illik kívánni. Nem a legjobb akkor dolog. Még véletlenül sem egy kalappal neked és a csapatnak is, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen a csapatnak.